Sziasztok! Ma a Főtutomató Távolságunk 2 kívásos végigjátszásomat a Shimazu klánnal. És itt maradt abba ugye, hogy hát ha minden igaz, akkor hamarosan meg lesz a izé. Hamarosan meg lesz ugye a győzelmi feltétel, mivel még 3 terület kell ugye, és meg lesz a 60 területem. Rendben, azt hiszem jöhet egy olyan, hogy körváltás. Vegyünk vissza az adóból egy kicsit. Á, nem, nem muszáj. Egész addig még nincs lázadás, addig oké. Már még nem történik meg a lázadás. A következő körben ugye el tudom foglalni Iót, és akkor a Csoszokabénak vége. És ugye egy klánnal lesz kevesebb. Az Uesugi-nak pedig, ha jól látom, ugye van 4 területe, amiből hamarosan el fog veszíteni 2-t. És akkor ugye utoljára marad a Honma klán ugye 3 területtel. Oké, amúgy én megépítem a izét, a Legendary Kenzutsu School-t. Még amúgy sok technológia van, ami ki sincs fejlesztve. Kicsit túl gyorsan haladtam amúgy. Épp ennyire gyorsan nem kellett volna. Oké, itt most már ugye semleges a közrend. Itt pedig még lesz lázadás talán. Hát nem biztos, mert ugye ez ad egy közrendet, és még képzek egy egységet, akkor ugye pont 0 lesz. Oké, itt is jó a közrend. Itt jó lesz a közrend. Itt oké. Itt szintén oké. Itt majd az lesz. Várjunk, legyen még 2 csapat, 3 csapat lovas, és 3 katona. Van ugye kereskedő hajóm, de hogy őszinte legyek, nem kell. Következő körben ugye meg lesz az 59. terület, azután pedig a 60. ugye Hitachi. Itt van egy kisebb csapat. A nagyobbikkal megyünk erre. Itt pedig próbálok egy rajtaütést, ha sikerül. Oké, azt hiszem jöhet még egy... várjunk. Hoppá. Lehet, hogy ott lázadás lesz. Plusz ugye próbálnak demoralizálni. Nem, mintha nagyon számítana. Katona szamurájuknak még így is rohadt jó a morálja. Oh.
Mi a... Mi a franc? Ez most mi? Azt most nem nagyon tudom hova tenni, hogy miért támadtak meg. Ez kissé furcsa. Oké, lovassággal előre, és katonákkal is előre. Ja, hogy őszintén legyek, ezt nem tudom hova tenni ezt a támadást. Itt egyes emberek nagyon azt gondolták, hogy erősek. Amúgy lehet, hogy kellett volna még legyen egy erősítésük, de nem tudott jönni, vagy elszámolta az AI ugye a lépést. Lehet ugye, hogy előbb kellett volna lépjen az erősítéssel, utána támadjon, de előbb támadott. És ugye az egy rajtaütés volt. Itt pedig nem lett lázadás, király. Oké, itt éppen, hogy nem lesz lázadás. Utána ugye Shimosa. Ide szintén kell... Képzek még egy papot is, meg egy némi egységet. Musashiba. Szintén kell némi egység, plusz fejlesztem ugye az épületet. Avaji pedig mínusz egy közrend. Nem hiszem, hogy lázadás lesz, de biztos, ami biztos.
Rendben, ezzel a sereggel irány erre. Shimazu Victory! My ancestors would be proud. We drew the sword and went to war. Our enemies are scattered. Their cities burn. All who oppose us are crushed. Their dead are silent. We Shimazu are triumphant. From the northern mountains to the depths of the southern seas, we rule. I rule. The true master of Japan has been revealed. All men bow to me, the mighty Shogun. Our clan's greatness will be remembered. Its glory, its power. A legacy to last 10,000 years. Remek. Még ugye van 5 terület, amit el kell foglaljak. Ami ugye nem olyan sok. Kifoszthatnám, de semmi értelme már. Oké, kéne még ide néhány hajót építeni. Nem gondoltam volna amúgy tényleg, hogy ennyire gyors leszek a Shimazuval. Még mindig van ugye 20 év a játékban. Sok technológiát ki se fejlesztettem. Vegyük el ezt itt. És vegyük el ezt itt, és vége a frakciónak. Ja, megsemmisült egy nagy klán, az Uesugik. Oké, ugye innen majd sereggel vissza, és akkor irány ugye a sziget ellen.
Oké, legyen még egy körváltás. Nem tudom amúgy, hogy mennyi serege lehet a Honma frakciónak. De ezt szerintem sokan nem lehetnek. Még ugye három kör még elkészül ez. Még ugye három terület van. Adóból kicsit visszaveszek, mivel már ugye nem szükséges a komoly bevétel. Itt van két pap is ugye, akiket le kell szereljek és más provinciába kell leképezzem őket. Rendben legyen akkor körváltás. Oké, jönnek demoralizálni. És hogy elnézem, sikerült. Már megint. A fenébe. Pont ugye... kicsit beblokkoltak ott. Oké, most valójában kéne egy flotta, hogy át tudjak menni ugye arra a szigetre. Itt pedig két kör. Szóval így a végén még csak összeszedtek egy sereget. Hát jó van.
amúgy én azt vettem észre, hogy ebben a játékban néha ugye kijelölöd, hogy hogyan szeretnéd felállítani az egységeket, de mégse azt a pozíciót veszik fel, mint hogyha belaggolna, vagy fene tudja mi van vele. Elég furcsa. Rá kéne menni azokra az íjászokra. Ne. Lándzsásaik előre rassolnak. Hát igen, ugye próbálkozni szabad. De itt ők minket már nem állítanak meg. Ó, ez az egység kapja. Az egy egység kapta rendesen. Igaz, valami öt egység ellen harcoltak. Hát tűrhető volt amúgy. Még ugye így utoljára egy komolyabb harc, ha minden igaz. Nem hiszem, hogy a Honmának legyen még nagyobb hadserege. Oké, ez az egység jöjjön vissza, mert ugye nem akarom elveszíteni őket. Itt is van Master Armorer. Mindegy. Következő körben elkészül az épület, ugye a Kenjutsu School. Jó, és akkor ugye itt a sereg. Ez ott nekem nem nagyon tetszik, még kéne néhány hajó. ugye, hogy el tudjam foglalni Szadót.
Oké, visszaveszek ugye az adózásból minimálisra, és akkor okésak vagyunk. Sőt, így valójában ez a rengeteg Ashigaru nem is kell már. Így a végén pedig már azt hiszem lesz annyi bevétele, mint hogyha a maxodó lennék, nem? Mondjuk nem, mint hogyha számítana, de ja. Szerintem még több is több lenne a bevételem, mint hogyha maxadó lennék, ugye? Mondjuk nem, a maxadó az nagyon sok, majdnem 20 000. De ugye már nem szükséges a komoly adóztatás. Na jó, az úgy gáz. Össze kell szedjek egy flottát. Oké, plusz tudok képezni. Igen, ugye Shimazu Katana Hero, amiből csak egyet mondjuk. És ebből is csak egyet, a Siegen Swordmasterből. Amúgy még van néhány egység, amit tudnék képezni itt, de... Például ugye itt van még a... Shimazu, ugye Heavy Gunners, vagy Matchlock, de annyi az egész, hogy én nagyon izével akartam játszani csak a katana lovassal és katana szamurájjal. Nem akartam más egységet használni. Hát nekik annyi. Most ugye valahogy át kéne jutni arra a szigetre. Ambar. Ha leképzek ugye 3 kikötőből ugye 10 hajót, akkor az ugye 30 hajó lenne, és akkor simán el tudnám verni ugye az ellenséges hajókat. Ja, amúgy arra gondoltam, hogy addig le is állítom a felvételt, mivel ugye csak annyit fogok csinálni, hogy nyomom a köröket, még elkészülnek ugye a hajók. Van még sok technológia, tényleg még itt van ugye a Yari Hero, a Bank...
Case Blades, Gozenheim Heroines, ugye azok olyan női egységek. Bow Hero is itt van. Ó, tényleg még itt van az, az ilyen komolyabb hajókat tudnék építeni. Mondjuk sok idő még meg lenne a technológia. Oké, és elkészültem a hajókkal, szóval hajóra szállunk, és... Oké. Irány ide. Tökéletes. Valójában még ugye lehetne építkezni, de annyi az egész, hogy már mindegy, hogy mit hol építek. Következő körben meg lesz az utolsó terület, és megsemmisül ugye az utolsó frakció is egyben. Menekülnek. Innen már nincs menekvés. Ott, ha jól láttam, ott volt egy hajó néhány egységgel. Akkor utolsó terület. És a legviccesebb az egészben, hogy pont a hadvezérrel vagyok itt, ugye a frakció vezetővel. Kész. A Honma klánnak annyi. Ezekre a hajókra már nincs is szükség. És ugye 65 terület van ugye az játékban összesen. Jó tudni. Oké, amúgy leképeztem még ezt a két elit egységet, ugye, a Siegen Swordmastert, ami 54-es rohammal rendelkezik, ami elég durva. Védekező képessége az nagyon gyenge, ugye 7-es, az... Nem tudom, az mondjuk gyenge? Ugyanannyi, mint a simázó katona szamurájnak, de ugye a támadó ereje az 45. Nem, bocsánat, a morálja 45, támadó erő 35, rohamozás 54. A Shimazu Katana Hero pedig ugye szintén 45 morál, 35 melejáták, de ugye 15-ös védekező képesség, szóval az rendkívül jó. 39 roham, 9-es armor. Oké, akkor ugye nagyjából ennyi lett volna a... ...izével. A... Shimazu klánnal. Őszintén egyek nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan sikerül elfoglaljam a térképet, mert ugye úgy voltam vele, hogy ki tudom majd fejleszteni az összes technológiát, de hát ugye... nem így lett. Amúgy nem tudom, van-e olyan achievement, hogy ki kell fejleszteni az összes technológiát egy néppel? Megnézem, és hogyha igen, akkor ugye végignyomom itt az összes... technológiát, ugye? Szóval egy pillanat. Oké, srácok. Nem igazán találtam technológiát, vagyis ugye achievementet, bocsánat, ugye, ami az volt, hogy... hogy ugye fejlesztem ki az összes technológiát, de ami kimaradt, nem szereztem meg a fekete hajót, ugye? És már ugye jó néhány kört lenyomtam, és ugye megjelent itt a fekete hajó, és ugye idejöttem én is 20 hajóval, és talán el tudom foglalni, plusz ugye fejlesztem itt a technológiákat. Például ugye a hadászati technológiából megvan már az összes, de ugye nem láttam achievementet, ami az lenne, hogy fejlesztem ki az összes technológiát. Na de... Ó, oh, visszalép. Oké, okay, az gáz. Ó, ne! Ó, valójában van technológia, méghozzá ugye fejlesztem ki az összes ilyen Art of Sheikh. De hova lett a hajó? Ó, nem már. Ó,
Ah, pedig azt még el akartam volna kapni. Hát, jó lett volna megszerezni a izét. A fekete hajót. A fenébe. Miért lépett vissza? Ami most nem tudom, hogy megjelenik-e megint, vagy... vagy mi lesz vele. Hát pedig azt még ugye jó lett volna megszerezni. Valójában még van ugye 1, 2, 3, 4 technológia még ugye a Way of Chi-ből, és akkor ugye arra is kapok egy achievementet. Ezek szerint van ugye achievement, szóval... ja, még ugye le kell nyomnom pár kört, plusz lehet megvárom megint, hogy visszatérjen ugye a fekete hajó. Oké, srácok, szóval még ugye egy kör van hátra, hogy meglegyen a Way of Chi-ből ugye az utolsó technológia. És hát az európai hajó az nem tért vissza, sajnos. Én eljövök egész ide, mert lehet visszavonultak ide valahova. Igen, ugye meglett az összes technológia. Szóval... nem tudom amúgy, ugye a hajó az visszalépett, de ugye odalépett vissza, hova én már nem is tudok menni, szóval... hogy hova lett a hajó, azt nem tudom. De én úgy látom, hogy ugye itt nincs. Igen, sajnos ugye nem tudom, hogy hova lett az a hajó. Na de mindegy is, mert ugye megvan az összes technológia, ugye, és valójában kaptam még két achievementet, ugye, hogy legyen egy maximális szintű mecukém lett, és egy maximális szintű papom. Nagy valószínűséggel ugye van achievement izére is, ninjára. Na de valójában a játék az ugye nagyjából ennyi lett volna. Jó lett volna ugye megszerezni a fekete hajót, de a végén nem lett meg. Nem tudom, hogy hova vonult vissza. Vagy ugye nem tudom pontosan, mennyit kell várni, hogy ugye újra spawnoljon, vagy ha egyáltalán újra spawnol. Nos, akkor ugye nagyjából ennyi lett volna a Shimazu klánnal a kihívásos végigjátszás. Hogy melyik lesz a következő klán, azt egyelőre nem tudom, de vagy az Oda klán, vagy a Takeda. Egyelőre még nem döntöttem el. De gondolkodom az Oda és a Takeda között. Vagy ugye az Iko Iki. Amúgy az Iko Iki valójában nagyon könnyű klán. Mert ugye tudnak képezni, ugye a játék azt mondja, hogy tudnak képezni nagy létszámú ashigarukat, de gyenge a morál, ami talán igaz, talán nem, mert kicsit játszottam az Iko Ikivel, és nem mondanám azt, hogy gyenge az ashigaruknak a morálja, mivel miest ugye szereznek egy kis tapasztalatot, vagy van ugye egy hadvezéred, ami extra morált ad nekik, akkor már is jobbak lesznek, mint bármely más ashigaru. Szóval, ugye a játék elején talán gyenge a moráljuk, de miért szereznek 2-3 tapasztalatot, akkor már is úgymond balanszolva van ugye az a morálveszteség. És utána ugye minél több tapasztalatuk van, utána már ugye extra moráljuk van, szóval... Én kicsit sem éreztem azt, hogy az ashigaruimnak gyenge lenne a morálja, miután szereztek néhány tapasztalatot. Igen, ugye eddig akkor van kihívásos végigjátszásom ugye a Dateklánnal, és most lett meg ugye a Shimazu. Most ugye, ahogy mondtam, gondolkodom, hogy Oda, vagy Takeda. Egyelőre nem tudom.
De majd el fogom dönteni. Ja, akkor nagyjából ennyi lett volna a kihívásos végigjátszás a Shimazuklánnal. Remélem tetszett. Sziasztok!